Hamarosan a múlté lesz a Ketrecbe zárt elefántok látványa. Szigorú új korlátozásokat vezetnének be az afrikai elefántok eladásával kapcsolatban. A veszélyeztetett állatok kereskedelmével foglalkozó nemzetközi konferenciát tartanak Genfben. Arról szavaztak, hogy a jövőben az elefántokat csak úgy lehetne eladni, ha természetes élőhelyükön maradnának. A szavazást hónap végén ratifikálják. Válságban vannak az elefántok. Pár éve mintegy 1 millióan éltek a kontinensen. Évente 35 ezret veszítünk el, ez így nem fenntartható. Mára a számuk kevesebb, mint 500 000. A számok alapján nem marad afrikai elefánt a következő évszázadokra, nyilatkozta egy szakember az Euronews-nak. A 180 résztvevő ország képviselőinek az a célja, hogy a vadon élő állatokkal és növényekkel folytatott globális kereskedelem ne veszélyeztesse azok túlélését. A témák közt szerepel az elefántcsont kereskedelem és a cápa-uszony leves kérdése is. A konferencia augusztus 28-áig tart.